Egyre többen várakoznak az utóbbi napokban ebben a házi orvosi rendelőben. Újhely János gyermekgyógyász azt tapasztalja, továbbra is felfutóban van az influenza járvány. Van egy rendszer, amivel mérik az alapellátó orvosok a influenza-szerű betegségeket, meg tesztelik is magát az influenzát. Én nem is a statisztikából szoktam lemérni, hogy van-e járvány vagy nincs, hanem én a magam forgalmából, és azt mondom, hogy mindez idáig én nem láttam influenza tömeges megjelenést a gyerekeknél, pedig a gyerekekre jellemző általában is, hogy az influenzát terjesztik meg a nagyobb tömegben megbetegednek, viszont már a tegnapi nap már nekem ez gyanús volt, mert tegnap szokatlanul sokan voltak, és már voltak típusos influenzás betegek is, tehát éppen a napokban fog itt telítődni a Nyíregyházán és a megyében is szerintem ez a betegség, és a mai napon is már több influenzás, típusos influenzás beteget láttam, legalábbis olyan tünetű betegeket. Ezt ugye a gyakorló orvos tudja, hogy mik azok a típusos tünetek, amelyek gyanúsak az influenzára. A házi orvos szerint a jelenlegi esetszám a felvett oltásoknak is köszönhető, mivel így kevesebben vagy enyhébb tünetekkel esnek át a fertőzésen. Vasárnap vettem még észre, hogy nagyon kapar a torkom, de még akkor nem gondoltam, hogy beteg is leszek, mert azt hittem, hogy csak kicsit félre nyelte, hogy hőemelkedésem lesz. Mit adok én neked egy gömbben autót? A védőoltás mellett a vitamindús étkezés is segít a megelőzésben. Felvettük az influenza elleni oltást, az egész család, mind a két unoka, lányom, férjem, mindenki. Hát próbálunk vitaminokat fogyasztani, almát, savanyú káposztát szeretjük, zöldségféléket elég sokat eszünk, teát reggelente, mézet. Azt nagyon sokat fogyasztunk. Újhelyi János hangsúlyozta, az immunrendszer védelme mellett fontos lenne, hogy ne is találkozzunk a vírussal, vagy ha ez elkerülhetetlen, akkor a maszkviseléssel megakadályozhatnánk a vírus terjedését. Ne találkozzunk olyan emberekkel, meg óvajuk magunkat, ami attól, aki típusosan beteg, lázas, köhög, mert ha nem kapjuk el tőle, akkor nem fertőződünk meg. Tehát ez, és azzal, hogy mi maszkot hordunk, vagy a Covid idején is maszkviselés volt kiterjedten, amiatt nem volt influenza. Tehát azzal, hogy egy kicsit megnyugodni látszik a Covid járvány, de hordanánk maszkot, ez az influenza védekezésben is nagyszerű lenne. Tehát ez az elsődleges, hogy ne kapjuk el. A másik az, hogy a zárt közösségekben a gyakori szellőztetés nagyon fontos, az, hogy a beteg gyerek, beteg felnőtt ne menjen olyan közösségbe, legyen olyan magatartás például egy felnőtt embernél, hogyha ő beteg, akkor egy bevásárlásba föltenné a maszkot, milyen nagyszerű lenne. A házi orvos hozzátette, elsősorban nem a gyógyszerek útján lehet kivédeni a betegségeket, hanem az egészséges életmóddal. Emellett felhívta a figyelmet arra, hogy a zárt közösségekben ajánlatos a gyakori szellőztetés, a szabad levegőn eltöltött séta és a megfelelő mennyiségű C-vitamin bevitel.